Hatodik alkalommal rendeztek hagyományos sporttalálkozót a Magyar Szívklub Egyesületek. A háromnapos találkozóra az ország távoli vidékeiről is érkeztek csapatok Dombóvárra, hogy megmérettessék magukat különböző sportágakban. Hosszú Sándor, a civil tanács elnöke, a dombóvári civil összefogás jelentőségét hangsúlyozta. Rendkívül módon erősödött az elmúlt években a civil összefogás egyesületi szinten városunkban, hiszen jelen rendezvényünknek nélkülözhetetlen partnerei a városban működő civil, illetve sportegyesületek, akik nem csak a lebonyolításban, hanem az előszervezésben is nagyban kivették a részüket. Azt is megtudtuk, milyen sportokban vetélkednek a résztvevők. Elsősorban ugye a sportra koncentrálunk a rendezvényen, úszás, teke, sakk, mint szellemi sportot is bevontunk, valamint futás, kosárlabda, ugye pontdobó verseny lesz, asztali tenisz, illetve séta, sőt a dombovári tüskei tón pedig horgászversenyen is megmérethetik a tudásukat a résztvevők. Ugye minden település egy csapatot alkot, és nyilván itt különítjük ugye a horgász versenyt, illetve a tekét, és aztán vasárnap pedig a díjátadón egy összesített eredményhirdetésre kerül sor. Ezt az eseményt a Dombóvári Szívklub Egyesület most rendezte meg először. Ez nagy megtiszteltetés a város részére. A találkozóra több mint 300 fő érkezett, ezért az ő elszállásolásuk valóságos kihívást jelentett a kisvárosnak. Mindenféle szálláshelyet felkutattunk, gyakorlatilag Dombováron több mint kétharmad elfér az ide érkező vendégeknek, Döbrökközön és Kaposszegcsön kellett még egy magánszálláshelyet kibérelnünk, illetve ma úgy alakult, hogy még az ifjúsági tábort is ki kellett nyitnunk, hiszen többen érkeztek, mint ahogy mi terveztük. A megnyitón a Szívklub Egyesületről hallhattunk érdekességeket. Dr. Berecki Mária, a Dombóvári Szívklub Egyesület elnöke a találkozó fontosságát emelte ki. Amikor legelőször voltunk egy ilyen sportrendezvényen, akkor nagyon tetszett ez nekünk, mert úgy láttuk, hogy ezek a sportrendezvények motiválják az embereket arra, hogy mozogjanak rendszeresen, esetleg készüljenek ezekre a versenyekre. Tehát mindenképpen azt érték el, hogy az emberek sokkal többet mozogtak, sportoltak, és főleg amikor kezdődött egy-egy ilyen sportnak, akkor meg fokozottabban készültek ezekre a versenyekre. Az országos találkozó első napján egy látványos, különleges sporttal szórakoztatták az egybegyülteket. A nemzetközileg is elismert dombóvári Jumpers kötélugró sportegyesület mutatta be produkcióját. Ezen az országos eseményen a témához méltóan egy kardiológus dr. Friedrich Gábor tartott előadást. A megnyitón Fodor János miskolci operaénekes lépett fel. A délutánt egy kvízvetélkedő zárta. A sportversenyekben résztvevők pihenéssel készültek fel a szombati megmérettetésre.